Az új orosi körforgalom és a biztonságos, középszegélyes gyalogátkelő építéséről lakossági fórumot tartottak a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és a kivitelező Svitelszki Magyarország Kft. Szakemberei. Az Oroson élőknek hosszú évek óta jelent problémát, hogy a 41-es főút kettészeli a település részt. A szállási diák, illetve a 41-es kereszteződésébe, valamint a Vezér utca és a 41-es kereszteződésébe, hiszen itt számos baleset, köztük több halálos baleset is történt, különösképpen a veszélyhelyzetet jelentett a szállási és a Diák utcai kereszteződés, mert azt egy éles kanyar is követi, és nem volt belátható, főleg addig nem volt belátható, amíg ott végig fasor húzódott. Most ugye a kisajátítás, illetve a felvásárlás révén, mert bizonyos telekhányerőket föl kellett vásárolni, ki van takarítva, az a terület biztonságosabb lesz, belátható lesz. Idén a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közel 350 millió forintos beruházással egy biztonságos gyalogátkelőt és egy körforgalmat is épít a 41-es főút két csomópontjában. A középszegélyes gyalogátkelőt a Szállás és a Diák utca találkozásánál építik meg. A közlekedési csomóponttól pár száz méterre, a 41-es főút és a Vezér utca kereszteződésében pedig egy 16 méter átmérőjű körforgalmat építenek. A kisajátítások megtörténtek, most a közmű kiváltások terveit engedélyeztetik. Júliusban mindkét helyszínen megkezdődik a szegélyezés és az aszfaltozás, és a tervek szerint szeptember közepére már biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek a városrész lakói.